merj ölni, ne akarj szépen szakítani. Nem, ez egy ilyen egészen elhibázott tévképzet. A szenvedés pontosan az okozza, aki kedvesen szakít. Olyan rengeteg, rengeteg szenvedést okoz a bizonytalankodás, a szép lelkűség ezekben a dolgokban. Annyira nagyon fontos lenne, ha eleged van belőle, vagy sosem akartad igazán, mondd ezt meg neki. Mondd meg neki ma. Mondd meg élőszóban, hívd föl telefonon, írjál neki levelet, de legyél benne végre, basszus, nőj föl a feladathoz. Őszinte. Szeretettel üdvözöllek. A nevem Jós István, ez itt a férfiaknak szóló videósorozat, amit 10 év tanácsadói tapasztalata alapján csinálok. És a mai téma az egy, mondom így rögtön bele a közepébe, merj ölni. Ez a mai téma. Ha eleged van belőle, mondd meg neki. Ha sosem akartad igazán, merd ezt felvállalni. Ha igazából a feneke vonzott, a mellei tetszettek, a szeme, de csak egy éjszakára, akkor legyél ebben őszinte. Annyira nagyon fontos lenne ez. Olyan rengeteg, rengeteg szenvedést okoz a bizonytalankodás, a szép lelkűség ezekben a dolgokban. Hogy így férfiak próbálják kedvesen megmondani. Kedvesen és szeretettel szakítani, és így nem próbálni nem megbántani a másikat. Nem tudod nem megbántani. Nem tudod. Ha ő veled kapcsolatban álmokat dédelget, akkor az neki mindenképp fájni fog, és azt kéne megérteni, hogy minél kedvesebb próbálsz meg lenni, annál több kínlódást okozol. Annál könyörtelenebb vagy. Tehát ez olyan, mint ha mered az igazságot egyenesen a szemébe mondani, az olyan, mint egy ilyen pengeéles tőr, amit így beleszúrsz a szíve közepébe. És vége van. Minden férfi érzi azokat a szavakat, amit, és az általában egyszerűen csak az, ami az igaz. Amiket ha így kimondasz, akkor kipukkan a lufi, nem? Akkor így a remény megszűnik. És ugye mit csinálnak ehelyett? Éheztetik. Folytogatják. Tényleg így kedvesen párnával ütögetik, hogy így valahogy így ebből jöjjön rá a nő, hogy vége, és nem fog rájönni, és tovább él a remény. Tovább él a remény, és te elköltözöl, vagy nem hívod őt, és ő remél, és remél, és remél, és remél, és remél. Annyira nagyon fontos lenne, ha eleged van belőle, vagy sosem akartad igazán, mondd ezt meg neki. Mondd meg neki ma. Mondd meg élőszóban, hívd föl telefonon, írjál neki levelet, de legyél benne végre, basszus, nőj föl a feladathoz, őszinte. Merd megmondani neki. Folyamatosan jönnek a nők ebben a témában, hogy dehogy ő remél. És annyira nagyon sok ilyen történetet látok, mint az Amelie kettős élete. Egy film volt, ahol a nőnek van egy felépített világa arról, hogy de ez egy szerelem. És a férfi azt se tudja, hogy ki a nő. Annyira gyakori ez. És nyilván fontos a nők felelőssége is, röviden említendő azért, értelemszerűen. Nőknek ugye a felelősség az volna, hogyha te szerelmes vagy és reményt látsz, akkor menj utána. Akkor menj utána, ne csak ülj és várd, ne csak ülj és vágyakozz, ne csak azt gondold, hogy majd visszajön egy hónap vagy egy év múlva, hanem akkor menj utána, akkor merd felvállalni a szerelmedet, vidd el a szívedet tálcán, hogy beleszúrhassa azt a elnézést, a kardot végre, ha úgy van. Tehát nőként merd megtudni az igazságot, merd kiprovokálni belőle az igazságot. Erre szoktam mondani, hogy tegyél bele többet, vállalt fel az érzésédet, vagy akár szerelmed, de hogy derüljön ez ki a szavak szintjén a férfi intellektus számára. Minél őszintébb mersz lenni, minél bátrabban mersz őszinte lenni, annál egyenesebb reakciót kapsz. Mert végül ez egy igen vagy nem. És ha sarokba szorítod, akkor meg fogod kapni azt, hogy igen vagy nem. Ez a zárójel nőknek. Vissza a férfiakhoz, merj ölni. Ne akarj szépen szakítani. Nem, ez egy ilyen egészen elhibázott tévképzet. A szenvedés pontosan az okozza, aki kedvesen szakít. Ha kedvesen szakítasz, remény marad.
tép el, tényleg rombolj le minden várat, tépd el az összes szálakat. Ez működik. Ez a férfias, jegyzem meg. Erre minden férfi képes, tehát így tessék felnőni a feladathoz. És tényleg annyira, elnézést, hogy ezt mondom, de egy szánalmas, és mondom magamra is, mert csináltam soká, hogy az én férfi önképemnek az jól esett, hogy tudtam, hogy itt-ott, meg amott 3-4-5 akárhány nő számon tart engem, vagy vágyakozik utánam, és bármikor hívhatom magányos óráimban. Itt tényleg, és ezt mondom az akkori önmagamnak is, tehát, hogy így tényleg, így ez vagy te, Zsolti. Nem már. Öld meg, ha úgy van. Egyenesen. Pár szó csak, egy hívás, néhány mondat, egy e-mail. Merj végre férfiként őszinte lenni. Köszönöm a figyelmet, eddig ez a mai videó, és hajrá! Jó munkát mindenkinek!